Üdvözlök mindenkit, ez itt a Vörösötös X-Wing YouTube csatorna, és tovább folytatjuk a Project Elite unboxing videó sorozatunkat, mielőtt rákanyarodnánk a játék menetre és a játékból fölvett tartalomra, és ezúttal az úgynevezett ammo packet fogjuk megnézni, ami egy optional buy volt a Kickstarter kampány során, és remélhetőleg jelentős úgymond szintezhetőséget visz bele a játék nehézségébe. Ezt ígérték, és remélhetőleg ezt is fogjuk benne kapni. Hát, aki nagyon nagy tartalomra várt, annak csalatkoznia kellett benne. Itt érkezik egy hosszabb füzetke, kicsikét meggyűrődve érkezett. Négy oldalon írja le, hogy hogyan működik a játékban található kettő új komponens. Ezek az úgynevezett ammók, minden egyes fegyvernek, most már van egy ammó, nem minden egyes fegyvernek, minden egyes nem alap fegyvernek, most már ammója van a játékban. Ezeket search-el lehet újra tölteni. Nem tudom, hogy az ammó pack, ez talán pont ezt a rúg kiegészítőt üti, mert hogy a rúkoknak ugye nem rendes fegyvereik vannak, hanem így a, be van építve a bordjukba, és a rúkok nem csinálhatnak search akciót, és ezeket az ammókat, ezekkel a search tokenekkel lehet mozgatni. Itt vannak a tokenek, ezek az ammókrétek, ezeket lehet mozgatni, meg lehet bennük search-olni. Kettő van a pályán, ha minden igaz, akkor ezzel a új ikonnal lehet őket mozgatni, és ezekkel a search ikonnal lehet belőlük ammót kivenni. Minden nem alap fegyvernek három ammó áll a rendelkezésére, és amikor lősz velük, akkor egyet mindig el kell költeni, független attól, hogy találsz vagy nem, és hogyha kifogynak, akkor az úgy kaput. Ha új fegyvert szerzel, akkor remélem, hogy ammóval érkezik. Abban most így nem vagyok biztos. Szóval megvan adva, hogy hol kell ezeket fölhelyezni. Nézzük csak. Igen, hogyha fölveszel egy új fegyvert, ami nem alapfegyver, már akkor alapból kapsz hozzá szerencsére három történet. Még az lenne jó, hogy nagy nehezen search-olsz egy fegyvert, és akkor utána még arra lőszert is kell keresni. És ugye ezek a weaponökre vonatkoznak, szóval még elméletileg ezekre az alien tekekre is szerintem vonatkoznia kéne, mert ugye azok is weaponként jöhetnek. Ha én úgy olvastam, hogy agyanetepen volt ez, hogy nem kell elvileg mellette állnod a kráternek ahhoz, hogy mozgathasd őket, tehát itt ami a jobb felső sarokban példa van, itt azt mondja, hogy ezeket csak úgy tudod mozgatni ezekkel a új ikonokkal. Itt ez a Gerid nevű karakter, ez így fogja, és így először magát föltölti a dolgokat, azzal aztán utána pedig arrébb viszi őket. Szóval azért, hogy tud reloadolni, és aztán meg ugye arrébb tudja vinni ezekkel az ujjakkal. Tehát ez egyfajta nehézség, mert nyilván, ha nem lehet nyakra főre lőni a sokkal erősebb fegyverekkel, akkor azt sem tudod annyira megengedni magadnak, hogy szerzel két rohadt erős fegyvert, eldobod az alapodat, aztán az egyik mondjuk rövid távra, a másik majd távolra, jó, és akkor így ledarálsz mindenkit. Ez nyilván egy egész hasznos taktika a játékban. Főleg, hogy így, mit tudom, az elején search-olsz egyet, aztán megölsz egy boss-t, azért kapsz egy jó fegyót, aztán már megállíthatatlan vagy. Nem tudom, melyik felével kéne fölfele lenni, hogy ezekkel a kis színesekkel. Szóval ez egy komoly plusz nehézséget fűz bele a játékba, így ha valaki úgy érzi, hogy esetleg túl könnyű neki a játék, már darálják folyamatosan a szörnyeket, akkor valószínűleg ezekkel az erősebb fegyverekkel darálják, akkor az ammo pack elvileg neki való. Itt láthatjuk ugye a rengeteg ammo tokent. És vannak ugye itt ilyen egyéb tokenek, ilyen
ilyen smoke-ok, amin ugye nem tudnak keresztül jönni talán, vagy keresztül lőni az emberek, meg ezek ilyen repel tokenek, tehát ilyen vissza taszító, visszaverő, elriasztó gránátok. És a gránátokkal nagyon hadilában áll a közösség, mert a gránátokra, amikor el akar dobni egy gránátot, az nem fegyvernek számít elvileg, hanem equipmentnek. Nem, bocsánat, weaponöknek számítanak, bocsánat. Még weaponöknek is számítanak, de pont rosszul mondtam. Ugye az egyet rossz, mert weaponből csak kettőt lehet, gránátból, és akkor max kettőt lehet, hogyha még eldobod az alapfegyveredet is. Ugye vannak külön itemek, és akkor jobban örülnének neki a játékosok, ha ott tücsülnének. És akkor ehhez képest még a gránátokra is talán teszünk ammót. Azt még nem találtam meg most hirtelen. Gránátokra teszünk ammót. Legalább többször lehet őket lőni. Nézzük csak. Oké, bocsánat, ezt olvasom. Nem tűnik számomra világosnak, akkor most erre is teszünk ammót, vagy nem teszünk ammót. Na, hát ez már megint egy kérdés, ami fölmerült. De ami zavarja a közösséget, hogy a gránát eldobásnál 1-től 3-ig nem találsz a gránáttal is magadat sebzed 2-re, 2-sebbel. Míg hogyha találsz, akkor pedig akkor megfelelő gránát hatást azt kiteszed a pályára. És a robbanó gránát például 2-t sebez a célponton, és még egyet minden körülött álló figurának. Ami tök jó, hogyha mondjuk bedobod középre, a 3-as távolságot lehet eldobni, és mondjuk 9 basic alien-t megölsz, akkor az nyilván megéri. De azért egy gránátnak, hogy csak többet kéne valahogy sebezni egy bossba, vagy én nagyon azt gondolom, mert rádobod, fölrobban, nem szokott ilyen lenni a filmekben, hogy úgy oljuk meg a nagy gonosz valamint a végén, hogy egy gránátot dobunk rá, vagy így ő maga húzza ki a pöcköt, vagy ilyesmi. Szokott ilyen lenni az akciófilmekben. Ehhez képest, ha 50-50-re beléd ugyanannyit sebed a robbanó gránát, mint az ellenfélbe, és most ezek vagy a világ legrosszabb gránátja, vagy a világ legrosszabb gránátvetői, mint személyek. Nem tudom, egyszer-kétszer voltam gránátvető eseményen, ahol ilyen ezeket a nyeles gránátokat kellett sportból dobálni. Az oké, hogy össze-vissza pattogtak, de azért ilyen nagyon durva félredobást azt csak egyszer láttam, amikor valaki annyira mellé dobta, hogy kidobta a pályáról. És nem azt, hogy erre fele dobta, hanem arra fele sikerült dobni. Szóval oké, hogy egy gránátot lehet félredobni, és akkor az a fölrobban az nagyon rossz, de azért az, hogy a profi katonák 50% esélyen magukat robbantják fel vele, az kellemetlen. És akkor az a másik két gránát, az pedig egyéb terelő effektet hajt végre a UFO-kkal. Tehát, maguk az ammo tokenek, azok nem rosszak, a koncepció maga nem rossz, ezek a gránátok, ezek hülyeségek úgy, ahogy vannak. Most maga az ammo crate, hogy legyen a játékban, az... Ez az az elem, amit fizikailag a pályára teszel, és rá van mondjuk nyomtatva valami, ami hasznos. Ugye nyilván ezeket az ammókat bármivel kockacukorral helyettesíthetnéd. Szóval azt mondom, hogy valószínűleg ez a kiegészítő nem volt rendesen playtesztelve, és nem tudom elképzelni, hogy ezek a gránátok hasznosak legyenek. Aki szeretné ezt az effektet használni, hogy nehezítse a játékát, én azt mondom, hogy nem érdemes valószínűleg felkutatni ezt a kiegészítőt, de érdemes proxizni a hatását, tehát találjatok ki valamit, amivel helyettesítetek itt az ammo kréteket, és valami egyszerű jelölő rendszerrel, kis színes kockákkal kiveszitek a pandemikből, a Mars terraformálásából, bár mással, gombokkal, patchworkből lehet helyettesíteni ezt az egészet, és úgy jelölni, hogy ezek hogyan hatnak. Ha ezeket a gránátokat nem használjátok, akkor valószínűleg túl sokat nem vesztettetek ezzel az egésszel. Ja, és akkor még a tisztesség kedvéért nézzük meg, itt van egy search deck is, de ha minden igaz, akkor ebben talán csak a gránátok vannak benne, a 6 darab gránát. Szóval az explosív gránát, ráadásul két kocka kell, hogy aktiváld.
4 pluszon talál, még egy explosív grenén. Itt írja egyébként, hogy mi történik, ha talál, az, hogy mi történik, ha nem talál, azt egyébként az ugye nem írta. Smoke grenade. Kicsit közelebb tartom, és akkor még ez a repellent grenade, és akkor itt tényleg ennyi volt az egész. Ezeket a gránátokat nem tartom fontosnak. Jó. Gránátok hülyeség. Töltények maguk nem rosszak, ez egész ammo pack. Proxizandó, azt mondom. Hát, lehet nem ez volt a legjobb vásárlásom. Minden esetre kíváncsi vagyok, hogy önmagában mennyire lesz nehéz a játék. Érezzük-e majd azt, hogy bakker mindenkit szétlövünk a szuper tápfegyverekkel, vagy pedig azt mondjuk, hogy így is sírunk és anyukánkat akarjuk, és nem érezzük úgy, hogy plusz nehézségre lenne szükség. Minden esetre valószínűleg azért az újrajátszhatósághoz hozzáad a plusz nehezítés, hogyha valaki olyan típusú, aki egyre nehezebb és nehezebb kihívások elé szeretné állítani magát, vagy a csapatát, annak a játékosnak jó, de még egyszer. Ez egy 10 dollár, amit megtarthattam volna magamnak. Itt a Vörösetes X-Wing YouTube csatorna volt, és köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Egyéb content is érkezik még, és a projekteli sorozat folytatódik még bontó videóval, és aztán majd játékmenet oktatóval, és menettel. Legközelebb találkozunk. Addig is a Vörösötös készenlétben.